felszámolás történik, nem átalakítás. Olyan gazdaságokat számolunk föl, amelyik logikusan, értelemszerűen ennek a nemzetnek alapvető létfeltétele. Na most, hogyha egy kapitalista gazdaságot fejlesztünk, akkor azt jelenti, hogy piacgazdaságot, azaz a piacon ott kell lennünk, mégpedig áruval. Na most mi történt? Nem csak, hogy föladtuk a külpiacainkat, föladtuk a belpiacainkat, hanem leépítettük az árutermelést is. Hát mi ez, ha nem a nemzetgazdaság leépítése? És pontosan azokat az ágazokat építettük le, amelyek máshol sokkal kedvezőtlenebb feltételek között is a létfeltétel alapja tabunak számít a beavatkozás tekintetében. Mi pedig az egészet idegeneknek adtuk, és azok azonnal pár év alatt eltakarították, fölszámolták. Tehát Magyarország egy több százezer hektáros nagy mezőgazdasági kapacitását úgy, ahogy van, eltüntette. Azért Magyarország, mert mi azoknak adtuk oda, akiknek érdekében állt az eltüntetés. De miért? Miért? ...1995-ben egy törvény mellékletébe 164 darab ilyen már akkor gazdasági társaságként működő, tehát átalakult valamikori állami vállalat került. 164 darab, és ezekre valóban azt mondta az akkori törvény, hogy nemzetstratégiai szempontból az állami tulajdonban tartásuk indokolt. Ezekben akkor még benne voltak a bankok, benne voltak az energiaszolgáltatók, benne voltak a víziközművek, és feltétlenül fontos megemlíteni, hogy a hungárikumokat előállító társaságok is. Gondoljunk itt a Pikre, a Herendire és más egyéb csodára, tehát ezek a manufaktúrák is mind ezekbe a társaságokba tartoztak. Aztán természetesen ide tartoztak az erdő- és vadgazdaságok, hiszen a termőföldnek az erdőre vonatkozó védelme itt ebben is megtestesült. Tehát, hogyha az 1859-ben levonjuk ezt a 164-et, hát akkor 1700 körül van azoknak a vállalatoknak a száma, amelyeket valóban privatizálni kell. Beindul az intézményes privatizáció, erre létrejön egy szervezet, amit állami vagyonügynökségnek hívnak, ez egy központi költségvetési szerv, és hát a mögöttes jogszabályok alapján, amelyek akkor azért már léteztek, sőt 1992-ben már egy nagyon kemény törvényi szabályozási hátteret is kapott a privatizáció, elkezdődik ezeknek a társaságoknak a privatizációja. A biztosítók hatalmas potenciálra rendelkeznek, mert ott nagy tőke gyűlik össze a díjak befizetéséből. Azaz egy biztosítási díj, körülbelül egy harmada az, ami kockázatot fed le, egy másik harmada az, amelyik a költségeket fedezi, de legalább egy harmada, de majdnem inkább a fele, olyan tartalékba megy, amely folyamatosan halmozódik, mint tőke. Nos, az állami biztosítót gyorsan kettőbe szedték, és valaki bekopogtattak a nemzetközi biztosítási nagy társaságok közül, hogy szeretnénk ezeket megvenni, azaz megkapni. Igen ám, de az Antal kormány mielőtt még átadta volna a biztosítókat, 50 milliárd forinttal feltőkisítette azokat, mégpedig úgy, hogy adósságot vállalva oda ajándékozta nekik ezt az 50 milliárd forintot, majd miközben már most, mint jó intézmények működtek, eladta a kettőt együtt 5 milliárd forintért. Tehát magyarul a beléjük táplált tőke tizedéért kapták meg az új tulajdonosok, természetesen hozzá a nagy infrastruktúrát és a teljes magyarországi piacot. Életbiztosítást, járműbiztosítást, vagyonbiztosítást. Tehát a magyar biztosítási piac szinte, azt mondhatnám, ajándékként elment két nagy nemzetközi társaságnak. Úgy mellékesen jegyzem meg, hogy aki egy kicsit jobban ismeri ezeket a intézményeket, az tudja, hogy ott a háttérben ez a kettő összeér. Az Antal kormány ideje alatt, tetszik, nem tetszik, a legnagyobb szolgáltató
cégek kerültek gyakorlatilag dobra, vagyis azok, amelyeknek az értékesítésére a legnagyobb külföldi befektetői érdeklődés mutatkozott, hiszen egy tény, nem volt privatizációs gyakorlatunk, a számviteli törvény is csak éppen akkor kezdett megjelenni, tehát nem volt gyakorlat abban, hogy hogy kell ezt csinálni. Ha távolról ránéz valaki Magyarországra, és azt mondja, hogy én szeretnék itt azért egy stabil pozíciót teremteni, akkor megnézem, hogy mit is csinálnak ezek, mi az, amelyik kellőképpen, hogy tetszik, megragadva az üstöküket tudom tartani, és mi az, amit nekem ahhoz, hogy ezt tegyem, tőlük meg kell szereznem. Ilyen a takarmány. Ha én a takarmányt uralom, abban az esetben az állattenyésztést uralom. És a hús árát és az állattartás volumenét mind tudom irányítani. De a takarmányon keresztül természetesen a növénytermesztésre is rá tudok hatni, mert hogyha nem tud nélkülem eladni, akkor következésében annyi termel majd, amit én mondok neki. Tehát a takarmány egy olyan közbülső termék a mezőgazdasági és élelmiszerbeli vertikumban, amelyiket, ha valaki ural, bizony rendkívül nagy hatalomra tesz szert. Mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt körösi képviselőtársam! Az interpelláció, a válasz mind olyanok, amelyek lényegében felölelik, ha úgy tetszik, az egész magyar mezőgazdaság problémakörét, tehát arra vonatkozóan most úgy reagálni, hogy minden kérdéskört érintsünk, szinte lehetetlen. Bármit is mondunk a magyar mezőgazdaságról, lehet, hogy amikor meg fogják írni a közgazdászok, majd a szocializmus utáni mezőgazdaság közgazdasági történetét, akkor meg fogják állapítani azt, hogy egy szükségszerű hullámvölgy következett be, és nem csak Magyarországon, most jártam a Németországba, az NDK-ba is ugyanez a helyzet. Itt volt augusztusban a volt szocialista országok és a Szovjetunió utódállamainak európai területen elhelyezkedő földművelési miniszterei, és ezek ugyanezekről számolnak be, sőt, azt kell mondanunk, ezekhez viszonyítva talán még mi vagyunk a spiccen. Kérem, hogy ne felejtse el akkor, amikor a magyar mezőgazdaságra azokat a rendkívüli kemény és a kormányzatra azokat a súlyosan elmarasztaló vádakat elmondja ön, amit elmondott. A képviselő úr által hangoztatott gondok, az állatállomány csökkenése, a piacvédelem hiánya, az állattartó gazdák alacsony munkajövedelme, a piacszabályozás intézkedéseinek elmaradása, az új tulajdoni struktúra és a versenyképesség kapcsolata, valamint az agrárgazdaság alakulásáért viselt felelősség, nem csak ő előtte ismeretesek, hanem az agrárkormányzat immár közel 4 éve tartó mindennapi feladatait jelentik. Az elmúlt 4 év valójában a tulajdon és piacváltás levezénylését jelentette, az örökül hagyott nemzetgazdasági pénzügyi válság lehetetlenségei közepette. Vagy a képviselő úr arra gondol, hogy az 1989 évi termés nagyságát függetlenül attól, hogy ahhoz rendelkezünk ki fizetőképes piaccal, tűzzel, vassal, mindenáron feladatunk lett volna fenntartani? Szakértői számítások arról beszélnek, hogy ilyen nagyságú termést évent szinten, mai árakon számolva 120-150 milliárdos költségvetési támogatással lehetett volna fenntartani. Vajon az adófizetők jó névén vették volna, ha pénzüket nem az egészségügyi ellátás vagy az oktatás, esetleg közlekedés működtetésére, hanem a minden áron való agrárexport finanszírozására fordítottuk volna? Elnök úr, jeleztem, nagyon sokat lehetne erről a kérdésről beszélni. Végül is, ha ön úgy kívánja, akkor természetesen félbehagyhatom az egészet, mert valahol a felénél tartok a válaszomnak, de nem hiszek abban, hogy ez meg fogja győzni a képviselő urat. Kérem, én a magam részéről befejeztem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont válaszra megadom a szót dr. Körös Imre képviselőtársának. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, nem tudom, hogy milyen csodával fejezte volna be, hogy meggyőzzön.
Minden esetre azt mondom, amikor írásos válaszát elolvastam, nem hittem a szememnek, most pedig ez a magyarázkodó válasz után a fülemnek nem hiszek, és a feszültséget oldandó, azt mondom, ön a rekordok könyvébe illő cselekedetet hajtott végre, a nagy privatizációs miniszternek a válaszát is alulmúlta, mert egyszerűen nem értem, hogy mit mentegetőzik. Hát nézzük meg, hogy mit is válaszol ön az írásos válaszában, nem a mostani objektív körülményekbe. Nézzük a tulajdonosítás kérdését. Leírja, hogy hiteles szakmai befektető gyakorlatilag csak a külföldi lehet. Magyarul a saját szakmai befektetőibe nem bízik. Kibe bízik? Az olasz mafiába, a Feruziba, aki jelenleg az 5 növényolajipar gyár körül, amelyet IMF hitellel építettünk föl, 3-at már bezáratott, és közben Brazíliába exportáljuk a takarmányt, alapanyagot pedig állami támogatással mi exportálunk, illetve onnan hozzuk Brazíliából, ezt hívják kizsákmányolásnak, és ez a hibás politika. De nézzük meg a cukort, ahol csak piacot vásárolt ugyanez az érdekcsoport, és több mint 22 milliárd dollárra tartozik nettó adóssága ennek a csoportnak, nagyobb, mint Magyarország. Ezen keresztül szanálja a saját gazdaságát. Ön ezt jónak tartja írásos válaszába. Írásos válaszába közli, hogy 18 forintot keres egy sertéstartó gazda, akiből 500 ezer van, kis gazda és nem TSZ elnök. 22 forintot keres a szarvasmarhatartó. Uraim és hölgyeim, képviselőtársaim, 6 deka húst keres egy órára vetítve. Ezek után nyilvánvaló, hogy csökkent az állatállománya felére. A jövedelmező ilyen szintje Magyarországon, amióta történelmünket írjuk, nem volt. Ezért nem fogadom el a válaszukat. És ezért egyszerűen még mindig objektív körülményekre hivatkozik, amikor ennek az egészhez semmi köze nincs. Nem kérem meg képviselőtársaimat, hogy ne fogadják el a választ, mert ha elolvasták az írásos választ, amelynek minden ténye szó szerint igaz, akkor én azt kívánom önöknek, aki elfogadja, hogy keresse 18 forintot, meg 22 forintot, mint a jelenlegi sertéstartók, és akkor gondolom, hogy majd meg fogják érteni azt a problémát, hogy a termésünk leépül, és Magyarországon a csökkent belső ellátás mellett ma milyen importra van szükség? Óriási mennyiségű búzaimportra, óriási mennyiségű cukor, az összes olaj 20%-ánál több már a tejimportunk, miközben kivágatjuk az állatállományt és dotálja az állam. Ezért nem fogadom el a miniszter úr válaszát, legalább egy icipicit miniszter úr annyit tett volna meg, hogy mi is hibáztunk, nem az objektív körülmények volt az oka. És az, hogy piccen van az ország, meg volt, elnézést kérek, Közép-Európa legmagasabb szintű gazdálkodása volt itt, amelyet, ha tulajdonosítunk, ma magyar termelő uralja a magyar földolgozóipart, és ennek azt hiszem egy nagyszerű sikerágazatot lehetett volna benne csinálni. Elnézést képviselőtársaim, benne maradtam az időbe. Szégyellem magam, hogy ilyen válasz a magyar parlamentbe elhangozhatott. Köszönöm figyelmüket!